Kanizsai sikerekkel zárult a hetedik pontszerző nyílt amatőr páros teniszverseny tegnap. A találkozón 6 város 24 indulója vett részt. Többségében Zalaegerszegről érkeztek versenyzők, nagykanizsát négy páros képviselte. A döntőt Lévai Csaba és Halász Dávid nyerte izgalmas csatában a nagyatádi Rácz Attila és Pomozi László ellen. A vigasz döntő Baranyás Zoltán és Baranyás Bence játéka révén szintén kanizsai győzelmet hozott. A hetedik forduló után a pontversenyt a nagyatádi Pápa Valentin vezeti. A fedett pályás szezon április 7-én a vegyes párosok versenyével ér véget.